Sziasztok! Megint csak egy rövid bejelentkezés. Megint zombi vagyok. Az elmúlt 48 órában aludtam kettőt, durván. Hát a túrát elkezdtem. Amit lehetett látni, hogy Sárvárig mentem vonattal, és onnan aztán eltekertem, most Kőszegen vagyok egy kempingben. Útközben útításom lett, azért nem videóztam, hogy beérkeztem Kőszegre, mindegy. Az itt vagyok egy kempingben, és akkor hajrá! Háttérből ott lehet látni már sátamat, mindjárt nekiárok felállítani, megfürdök, aztán ájulás megint, és akkor majd bővebben, ahogy szoktam, tudósítok, hogy mi történt. Addig is sziasztok! Sziasztok! Június 12-e van. Dél múlt, megebédeltem. Hát elkezdtem ezt a túrát. Rengeteg dolog szólt ellene, és csak nagyon kevés, inkább nevezzük ilyen személyes dolognak, ami mellette szólt. Hát kezdjük a nappal. Kőszegen voltam ugye a kempingbe, hát a 2000 forint se volt a kemping, kultúrát, zuhanyzó, rendezett, füves parcella, annak 2000 forintért se verhetetlen. Jó volt, onnan indultam, most féltávon vagyok. Grosshartnál, azt hiszem, Grosshartnál, és akkor a nap végére kell leérjek Grács alatt Talerpofhoz. Ott lesz elvileg egy kemping. Na, nem is tudom, mivel kezdjem, a próval vagy a kontrával. Hát a lett volna okom, amiért azt mondjam, hogy most nem indulok el ezen a túrán. Az egyik az, hogy 3 hét telt el a májusi túra óta, és azt a 3 hetet tulajdonképpen végig munkával töltöttem, úgyhogy a edzés szinttel sehol nem állok, ugyanúgy. Annyi, hogy kipihenték a lábaim magukat, ennyi. Egyszer
Másrészt az, hogy igazából ma, hát végig elég meleg volt, legalább 25 fok volt, napos idő, már esőre számítottam, de egyébként ezt a hétre végig itt Ausztriába is, meg odahaza is végig esőt mondanak, úgyhogy én arra készültem, hogy bizony itt végig esőbe fogok tekerni. Azért nem voltam teljesen pessimista, mert a naptejet elhoztam magammal. Úgyhogy ma szó-szó kenhettem is volna magamat, de csak így délután szoktam. Még most meg már viszont, hát én azt mondom, hogy szerencsére jönnek a felhők, mert hú azért, tehát egy klíma szempontjából ez a bazi meleg, ez még plusz kivesz az emberből, nemhogy belőlem. Úgyhogy, tehát az időjárás, az edzettség, ami ellenem szól. A GPS-nél nem fektettem bele a másik modellbe, idén már kihagyom, majd jövőre már mindenképpen GPS. A sisakom, nos a sisakomnál azt műveltem, hogy már úgy voltam a múltkori túránál a végénél, hogy hát én kidobom azt, mert veszek egy újat, mert ugye ez egy tulajdonképpen egy védőfelszerelés, és hát a védőfelszereléseket azokat nem igazán szokás javítgatni, tehát annak úgy kell működjön, ahogy gyárilag kijön. Aztán végül is én ezt beleragasztottam, ezt a kis kiáró akármicsodát, mert elmentem nézni boltba a sisakokat, és veszek egy újat, ugyanúgy belefuthatok a újnál is, hogy az kijár. Úgyhogy beleragasztottam, ez most tartja, úgyhogy amíg ez bírja, az ezzel fogok járni. Most annyi, hogy korábban egy kendőt vettem alá, hülye kopasz fejem vett, egy kényelmetlen ez a sisak belső, mert ami volt benne ilyen szivacs, az a sós izzadság, az kiette, nem akartam azzal szenvedni, úgyhogy ilyen kis sisakalátéttel bóhozkodom. Jó, még annyi, hogy reggel azt lehetett látni a videóban, hogy a kempingből gyorsan összepakoltam, már 5:30-kor összepakoltam, és 6-kor már úton is voltam, de ott nem sütött be a nap, és akkor, mikor vártam a spárnál, mert az 6:30-kor nyitott, és volt még bő negyed órám, akkor gyorsan kiterítgettem a sátramat a párától, hogy megszáradjon, volt hova kiterítsem a napon, és akkor ne vizesen, már össze tudtam csomagolni a vízálló zsákba mindent, így meg egyszerűbb pakolni az út során. Szóval, tehát ami ellene szólt a túrának, azt hiszem, nagyjából így ezek voltak. Ami mellette szólt az, hogy ha most nem jövök el erre a túrára, akkor idén már valószínűleg nem, mert még szeptemberben lesz szabadságom, de hát szeptemberben már nem akarok alpokos túrát menni, mert azért hideg, franc, ugye, hogy a hágó hogy van lezárva, hogy nincs itt van. Tehát mindenképpen az már időjárás szempontjából is gázabb, úgyhogy szeptemberben már otthoni túrát tervezek, ilyen Kecskemét, Békés, Csaba, mindegy. Úgyhogy ha idén nem, akkor már csak maximum jövőre, és nagyjából kész volt az útvonalter, úgyhogy nem akartam megbánni azt, hogy nem jövök el. Most eljöttem, és akkor maximum elázok. Most 3-4 napon keresztül ázom, és akkor mi van? Az kérdés, hogy két hágó lesz ebben a túrában, nagyon szeretném legalább az egyiket kitekerni. Meglátjuk a másodikat, azt valószínűleg a sörpaszt, azt valószínűleg nem fogom tudni, főleg a végét kitekerni, ott elég brutális emelkedés lesz. De hát neki megyek. Remélem az időjárás, ha esik is, de legalább annyit enged, hogy egy-két jó felvételt tudjak csinálni. Úgyhogy, ja és ami még mellette szólt, hogy az első csomagtartomat rendbe tudtam hozni. Szerencsém volt, hogy nem a villaszárból szakadt ki a menet, hanem csak a csavaron kenődött el a menet, úgyhogy tudtam menni új csavarokat szépen befogatni, most már azt masszívan áll, és tőle függetlenül tettem fel a kulacstartókat, úgyhogy ez így tuti a dolog. Felszerelésben nem változtattam semmin, nem volt rá szükség. Annyi, hogy amire lehet számítani, hogy én a májusi túránat, a szlovén-horvát túránál
Én úgy terveztem, hogy vadkempingek lesznek jellemzően, kivé a tengerparttól, kemping. És aztán ugye belefutottam abba, hogy szinte végig panzióztam, és így összességében a szállásom a kempingekkel, meg volt egy olcsó szállásom is, hát az 70 ezer forint elment a szállásra. És akkor néztem, hogy kíváncsiság jelleggel apartmanokat itt Ausztria területén. Hát igen, csak kétszerese, háromszorosan, mint amit szlovén-horvátban volt, úgyhogy jaja, úgyhogy inkább a kemping. Viszont nézegettem kempingeket Ausztria területén, és szó-szó elég sok van, már hogy a szlovén-horvát régióhoz képest, elég sok kemping találatom volt, viszont nagyon kevés az ilyen sátras kemping. Nézegettem állistákat is, és volt, hogy nem is hozta a sátor helyet, hanem bungalók vannak, vagy lakókocsis. És a bungaló az meg majdnem olyan árban van, mint az apartman, úgyhogy na, szóval hát kempingből sincsen bő választék, elképzelhető, hogy lesz vadkemping. Nem szeretném főleg, hogy sokat fogok ázni, várhatóan. Meglátjuk, mi lesz. Sose lehet tudni ilyenkor semmit előre, csak annyit, hogy menni kell. Sziasztok! Hát azt hiszem lehetett látni, hogy az utolsó pillanatban állítottam sátrat. Meg a utolsó előtti pillanatban értem be a kempingbe. Most éppen elcsendesedett, de amikor felállítottam a sátrat, épp hogy fel tudtam húzni a viharvászat, mert már jött a szél, és már feküdt a sátor. Tehát épp hogy kifeszítettem a viharvászat, nem a földre, csak a rudakhoz, vagy mi az, úgy fújt a szél, úgy, hogy feküdt a sátor, nem győztem bedobálni a cuccokat, mert már futottam is egy kört a sátor után, mert felállítottam, és akkor elkezdtem a kerékpára molyolni, azt letakarni a láncot, hogy ha esik az eső, az ne ázon szét. Na igen, szóval kezdődik, apa kezdődik, amiről beszéltem, úgyhogy ez most akkor 3 napon keresztül erre számíthatok, mert egyébként egy egész nap szinte tök jó időm volt, ami egy ittam is miatt a rengeteget, hát szerintem volt 30 fok. Ugye ebéd után jött egy felhő, azt mutattam, az elég fenyegető volt az a felhő, de hát elment mellettem. Egy-két csöpp volt, tényleg egy-két csöpp, de elment mellettem, utána megint kitisztult az ég, úgyhogy mégis erre a napra teljesen mondhatni, hogy szerencsés volt, bár mondom, nekem kicsit meleg. Igen, hát végül is teljesítettem a mai tervet,
8 óra 40 perc alatt 145 km. Ennyi is volt már a tervezben. Hát viszonylag síkon jöttem, azért egy-két falunál voltak kaptatók, a meredekebb kaptatót azt toltam. Ez van. Igen, és akkor holnapra viszont 140, nincsen 50 km tervezve. Nem tudom a hágónak a nevét, valami Hírshegnél lesz a kemping, azt hiszem valami Hírsheg a hágó neve is. És tehát az nincsen 50 km, addig terveztem, illetve a következő napra ez a, azt hiszem körülbelül 1000 métert fogok holnap addig mászni. Ha jól tudom, ez alatt a akárhány kilométer alatt, és akkor másnapra pedig 2.12, másnapra is körülbelül ilyen 50 kilométer van tervezve, mert akkor fejezem be végül is ott azt a hágót, akkor megyek át, és akkor érek majd el a Szószóaső passznak a aljába, úgyhogy meglátjuk, hogy milyen idő lesz, meg egyáltalán hogy tudok holnap menni, mert ha úgy megy, akkor akár ezt a kettő napot összevonom, de direkt úgy terveztem, hogy különben nem vagyok egy... Na, rákezdett az esőm, tehát nem vagyok egy húsformában. Már nem is tudom, mikor voltam utoljára. Mindegy. Amelyen meghitt pillanatban vagyunk, akkor megmutatom, hogy hazamentem, megkerestem, felkutattam a felfújható kis párnámat, mert azért az hiányoltam nagyon, és aztán megtaláltam, de utána mentem a dolgok, és akkor most vettem egy kicsit komfortosabbat, ilyen mosható húzattal. Kényelmes volt tegnap este. A tusolás azt hiszem, aki maradt, pedig azért nagyon jól este, mert hát izzadtam, mint a ló, és valahol mindegy, odébb van a tusoló is, meg most hiány az esőben, na, tehát valamit valamiért, úgyhogy tusolás sajnos most így elmarad. Még 6 óra múlt 10 perccel még egy vacsorát nyomok, aztán fekszem, és akkor, tehát ugye holnap lesz a 50 km, ez benne emelkedő, de egész napos túrának nem sok, úgyhogy hogy reggel mikor indulok, meglátjuk. Úgyhogy ennyi mára, aztán majd holnap találkozunk. Sziasztok! Jó reggelt kívánok! Hát, elmondhatom, hogy eddig hatalmas szerencsém van időjárás tekintetében, aztán pláne. Tehát, hogy tényleg az utolsó pillanatban a sátorba tudtam ugrani, most meg teljesen tiszta az ég, mindjárt kel fel a nap keletről, a sátor meg fog száradni, nem rohanok, úgyhogy, ja. Egy kempingben vagyok, igen, itt valami aqua parkszerűség van egyébként, ahol megszálltam. Marha nagy ezért. Hát nem is medence, hanem ilyen tavak, aztán csúszda is van. Úgyhogy ha úgy tervezhettem volna, hát jó, az időjárás függő is abszolút, hogy ide értem volna még délre, akkor marha nagyot tudtam volna strandolni. Na mindegy. Ki tudja, mikor jövök erre a legközelebb, de azért ezt jó ízben tartani. Aztán a útvonal tervezésről akartam még mesélni, hogy ugye a múltkori túra után, hogy mondtam, hogy a bike mapon nem biztos, hogy jól állítottam be a útvonal minőségeket, és akkor na hát nekiálltam tervezni, és akkor beállítottam, hogy országútival és burkolt úton. És hát úgyis olyan találatokat dobott, hogy ilyen lehetetlen nem létező utakon, és az még hagyján, hogy mit tudom én síkon a települések között, de amikor a hegy tető, a hegy gerincen keresztül mutat utat, ami nem létezik, hát az mekkora cumulja, ha felkapaszkodik az ember, és akkor semmi. És akkor jobb esetben, tehát az tényleg a jobb eset, hogy esetleg van egy ilyen gyalogos turista ösvény, sejtheted milyen úton, na mindegy, úgyhogy muszáj voltam. Tehát ilyeneket dobott, hiába próbáltam kombinálni, hogy csak az egyiket kapcsolom be, mind a kettőt. Ugyanolyan szarokat dobott, már szarokat úgy, tehát azért át kellett
tulajdonképpen kilométerről kilométerre vissza kellett ellenőrizzem a másik két-három térképen, hogy minden oké. Okay. És még így is belefutottam tegnap olyan szakaszba, aztán nem álltam neki, hogy egy ilyen jó, nagy, kavicsos, meredek úton, ami ráadásul privát volt. És akkor az hát egy jó 4 kilométeres kerülőmbe tellett, hogy normális helyen kikerüljem. Tehát, ja, hogy hát akkor az nem biztos, hogy csak az én hibám volt a múltkori túrával, hogy levitt Montis útra. Na, szóval mondom, gyönyörű időben fogok elindulni, szépen minden száraz lesz. Hát a tegnapi fürdés az elmaradt, pedig este 8-kor már leállt az eső. Úgyhogy, de hát akkor már be voltam ájulva. Úgyhogy kíváncsi vagyok, meddig fog kitartani a mai napon ez a gyönyörű idő. Hát aztán majd, meg majd mi lesz az elkövetkezendő napokban. Majd még megmutatom ezt a fürdő részt, hogy hogy nézett ki jelenetekben. Sziasztok! Sziasztok! Hát 3 óra lesz 5 perc múlva. 2 óra előtt értem ide a kempingbe, amint láthattátok éppen esőben, nem egy nagy esőben, egy kis szemerkélőben. Aztán felállítottam a sátort, beugrottam gyorsan, és akkor egy kicsit rákezdett. Aztán, de olyan meleg volt a sátorban, tehát meleg van, tehát 20 fok fölött van, amint kicsit kisüt a nap, szabályosan tényleg gőzölök, hogy jöttem az utak is gőzölöttek egyébként. Nem mond kitartó esőket ezekre a napokra, inkább csak ilyen szorványosan, meg néha ilyen zivatarokat. Úgyhogy lesz esélyem rá, hogy reggel megint, ha nem is napos időben, de nem esőbe kell cuccoljak. A tegnapi kempingért 14 eurót fizettem. A mostani kemping is körülbelül ennyi lesz, jól sejtem. Itt a meleg vízért fizetni kellett 1 euró 3 perc. De megfürödtem, mert már nagyon kellett, jól is esett. A mai nap mentem
majdnem 6 óra alatt 50 km, tehát igen, ez a második nap ez alapból gyengébb, el is szokott menni, meg hát igen, itt volt már gyalogtúra benne, bizony nem, szerintem senkinek nem okozott meglepetést, sajnos magamnak se, hogy nem tudtam mindent kitekerni, meg ma is belefutottam egy olyan dologba, ahol a vége az egy ilyen szintén ilyen nagyköves, földes út volt, úgyhogy vissza, és akkor megint plusz 4 kilométert, és ezért feleslegesen felmásztam 200 métert, amiben volt tolás is, úgyhogy tehát ezek a felesleges emelkedők nekem nagyon nem hiányoznak, tehát nem az a, hogy belefér, annyira nem fér bele. Most 900 méteren vagyok itt az a hírseg településen a kempingben, és akkor azt hiszem a hágó is valami ez a neve, az pedig 1500 méteren lesz holnap, úgyhogy mit tudok holnap taposni, vagy mit tudok, nem tudom. És akkor holnap legyen 70 vagy 80 kilométer van, úgyhogy megint nem kapkodom holnap, mert holnapi napnak csak az eleje lesz a emelkedő, utána az tingli-tangli ahhoz képest, és akkor utána pedig a... Tehát igazából holnap utáni nap a nagy durranás. Hát ahogy így a mai napot láttam, hogy ezt nem tudtam mindent kitekerni, nyilván a sörpaszt azt bizony tolom, tolni fogom. És hát a tolás sem olyan, hogy nem bírja az ember, akkor fogja, és akkor leszáll a kerékpár, és akkor kitolja. Nem, tehát amikor a lábai már nem bírják taposni a pedált, akkor már nincsenek annyi erő. Tehát ilyen 20 meg 50 métereket tolok fölfelé, tehát ez a 40 kilót azért. És örülök, ha találok útközben árnyékot, van, hogy árnyéktól árnyékig tolok, hogy mert azért tényleg a süt a nap, akkor brutál ereje van azért, ja. Hát nem tudom, hogy ő. Úgyhogy nem kenceiztem magamat, mert annyira nem brutális, de azért van ereje napnak. Na, szóval mondom 3 óra, még a recepcióst azt majd álltak este fog jönni. Ha nincs más, akkor azt hiszem ez úgy van, hogy van egy kempingplac, meg van egy vendégház is, és a vendégházhoz tartozik a kempingplac, mert ott lehet visszafelé menni a tusolóhoz, meg a WC-hez, és ott pedig már gasthouse van, azt hiszem ugyanez a néven, lehet, hogy majd oda megyek, aztán ott fizetek. Úgyhogy, na, hát ma már sok minden nem lesz. Nem mertem már bevállalni ezt a, mondom, 2 óra előtt értem ide, nem mertem már bevállalni ezt a mai napra, hogy elérjek a másik kempingbe. Éppen az eső is jött, aztán... Na, tehát semmi nem arra mutatott, hogy ezt nekem be kell vállalni. És akkor majd holnap a többi. Sziasztok! Thank you.
Sziasztok! Hát tegnap megcsináltam azt a bejelentkezést. 2-kor, 3-kor? 3-kor azt hiszem, igen. Beugrottam a sátrunkba, és 3-4-kor már is kezdett esni utána megint az eső, és utána végig esett az eső. Úgyhogy nagyon jól tettem, hogy nem vállaltam be még már másik napra ezt a, azt hiszem, 80 kilométert, mert végig esőben tekertem volna. Volt egy 600 méteres emelkedés, amit már akkor az kicsináltam volna magamat, úgyhogy semmi tartalékom nem maradt volna. Úgyhogy nagyon jól tettem, hogy szépen bebújtam az ágyba, hálózsákomba, aztán durmoltam. Este már nem jött a kemping tulajdonos, hát abban az esőben nem is csodálom. Aztán reggel, ahogy össze, hát 6-kor már összepakoláztam, mert kialudtam magamat, mit csináljak, és akkor összepakoláztam. Még próbáltam ott a vendégháznál körülnézelődni, hogy hol lehet esetleg a recepciós irodába, akármi, hogy hol tudok a tulajjal beszélni. Nem igazán volt egyértelmű semmi, hogy hol találom. Szépen megborotválkoztam, nagyon jó volt egyébként a fürdős blokk, a vizes blokk volt, mosogató, mosási lehetőség, a zuhanyzó, hát jó, 1 euró 3 perc meleg vízért, de a csapból a meleg víz az ingyen volt, úgyhogy gondolom megborotválkoztam. Összeszedelőzködtem, és akkor közben én itt egy állomáson vagyok, és elég sűrű jönnek a vonatok, lehet, hogy majd ezt a részt vágok többet, hogyha amikor jön megy a vonat. Na és nem találtam a tulajt, hogy mit csináljak, gondolkoztam, és akkor úgy döntöttem, hogy elmegyek a boltig, az visszafelé volt egy 200 méter, ott megreggelizek, és akkor maximum visszajövök, még visszafelé benézek, és akkor sincs ott a tulaj, akkor mit tudom, én interneten felveszem a kapcsolatot vele, és akkor majd utólag elutalom neki a pénzt, hogy mi. Na mindegy, elmentem a bolthoz, 7-kor nyitott, volt még egy majdnem 4 óra, ott elücsörögtem, jó van, bemegyek a boltba, megveszem a teljes zsömlét, ami kell, nekiállok ott a bolt mellett kajcsizni, és akkor jön egy X-se, hogy én voltam a kempingben, hát mondom, igen, és akkor hogy ő a tulaj, jó, mondom, akkor visszamegyek, ha megreggeliztem, és akkor visszamentem, és akkor 10 euró volt számla nélkül, hát nekem a számlára aztán nem volt szükségem, úgyhogy 10 euró volt, mondom, nagyon jó vizes blokkal, és a kemping parcellák is nagyon szépek voltak, hűvesek, annyi, hogy már előtte is sokat eshetett az eső, miért én odaértem, meg utána másnap egész napázott, hát nagyon fel volt ázva a víz, tehát a föld, a füves föld, úgyhogy igencsak ilyen tócsák voltak, hát ezt nem tudom, mit lehet elcsinálni, mindegy, nekem jó volt, áramot is tudtam volna venni, mert az is ki volt építve, most még nem volt rá szükségem, majd talán már ma fogok tölteni a powerbankon, még egyáltalán nem használtam, most a GPS-re az elemet kell tölteni, meg a akciókamerának a aksiát kell tölteni, simán kihúz a powerbank, úgyhogy na mindegy. És akkor szépen ott rendeztem a dolgaimat, így tiszta lelkismerettel mehettem a útamra. Tegnap én rosszul mondtam, 5 óra alatt tekertem 60 kilométert, nincs jelentőségem, célomat elértem. Ma eddig, most Pitzhofenben vagyok az állomáson. Eddig ma mentem 4 óra alatt 60 kilométert, mára úgy tudom 80 kilométer volt. Igen, 20 kilométerre van még ez a Oberwölz nevű település, ahol van kemping. Addig tervezem máma. Mentem volna közelebb is a Sörpasszhoz, de kempinget nem találtam sajnos. Úgyhogy mára ennyi, 80 kilométer, ez is már végig kinyögöm. Meg kisütött időközben nap, de első struszban tekerek végig, mert elég szeles, viszont ha szembeszél van, akkor kicsit kellemetlen, de azért kinyögöm. És akkor, hát holnap, ugye Sörpassz, ma tekertem 600 méter szintet kellett tekernem 10 kilométer alatt. Igen, na holnap meg ma azt hiszem 1000 kilométert kell tekerjek körülbelül 5 kilométer alatt. Jól mondom? Tehát 1000 méter szintet kell tekerjek, igen, 5 kilométer alatt. Ott bizony lesz tolás,
Ma majdnem kitekertem a mai részemet, láthattátok, volt ott egy ilyen múlvás rész, hát már 2,5 kilométerre a hágótól, ott meredek is volt, na ott azt a ott 200 métert nekiálltam tolni, aztán megint olyan lett a emelkedés, hogy már számomra befogadható, úgyhogy azt nekiálltam tekerni, de aztán utána a csúcs felé már megint olyan ellenszelem volt, hát tényleg vissza akart fújni, ott már gyalog is úgy hajoltam le, hogy minél kisebb ellenállásom legyen, meg vissza akart fújni. A hágón én nem találtam semmilyen hágójelölés táblát, úgyhogy ez rejtély, de annyira talán nem is érdekel. Hát lefelé feltettem az akciókamerát, lehetett látni, nem volt egy panoráma út, úgyhogy végig fákkal ez van. Úgyhogy, hát ennyi. Majd ma még akkor most megebédeltem megint, és akkor most azt csináltam, hogy a főtételből már mindent kifogyasztottam, hogy holnapra megyek a sörpasszra, minél kevesebb súlyom legyen, és akkor majd, ha ott átkapaszkodtam, akkor majd túloldalon majd bevásárolok, ami kell. Úgyhogy megebédeltem, és akkor majd még este, hát ahogy bérek a kempingbe, és felvertem a sátrat, bejelentkezem. Sokan mondják, hogy kevés az akció jelent, meg sok a szöveg, igen, de én azért csinálom így a videóimat, mert amikor én nézem az ilyen kerékpáros túrázós videókat, nem is annyira arra vagy kíváncsi, hogy éppen milyen szép tájokon megy az ember, hanem számomra sokkal fontosabb az, hogy hogy oldja meg a kis dolog, nagy dolog, a bevásárlás, a vízvételezési lehetőséget, a sátrazás, hogyha valami probléma felmerül, akkor tehát az ilyen dolgok, mert nem csak arról szám a kerékpárvezés, hogy felülök a kerékpár és tekerek. Azért, amikor eljön az ember egy hétre, az bizony egy hét alatt van mit megoldani, mást is. Na, akkor majd később. Ciao. Sziasztok, szóval beértem a kempingbe. Hát gyönyörű idő lett, gyönyörű, viszont szeles. Olyannyira szeles, hogy igazából szerintem szél csatornába jöttem, ami bizony aggodalomra ad okot. Tehát elég visszatartó erejű szél volt. Hát holnapra remélem ebből nem lesz semmi. Tehát már 80 kilométert megtettem ez alatt az 5 óra alatt, ezt a végét ez nem volt olyan tingli-tangli, mint terveztem ettől a szél miatt. Holnap lesz egy 16 kilométer a Sörkpassz aljáig a Bayerdorfig, onnan fogok indulni az emelkedő, illetve előtte is lesz még egy 200-as emelkedő, egy kis hullámvas útam, mindegy. Beértem a kempinghez, információhoz, recepcióhoz senki nincsen. Onnan fentről nem volt valami bizalomgerjesztő ez az egész. Nagyon kihalt, sehol senki nincsen. Nem is ezért, olyan nem igazán. Aztán ki volt írva a recepciónál, nem tudok németül. És hogy valami, hogy 10-től 11-ig. Elmondom, az az időpont nekem sehogy nem jó, mert azt már arról lecsúsztam reggel, meg már nem akarok itt lenni, és ott volt egy telefonszám, aztán felhívtam a csajcit, és akkor mondtam neki, hogy itt vagyok,
fizetnék, mert holnap korán mennék, hogy angolul, mit tudom én mit értett, az a lényeg, hogy megbeszéltük, hogy most 4 óra múlt, 10 perccel már lefürödte, megbeszéltük, hogy 5 és 6 óra között jön a recepció, és akkor találkozunk, azt lerendezzük a dolgokat. Úgyhogy, de tehát mondom, ahhoz képest nem volt bizalomgerjesztő egyébként kultúrát a zuhanyzó, és nem pénzes volt, marha jó meleg víz, egyedül voltam, ahogy szeretem. Úgyhogy senki nem zavart. Reggel nem esőben pakoltam már, tehát reggel már nem esett az eső, csak a sátran volt csuromvíz. Nem akartam ott az állomáson, ahol kajáltam, kiteríthettem volna, de felesleges, most itt felállítottam a nap pillanatok alatt, megszállította, direkt árnyékba tettem a sátrat, mert 4 óra, de most már nincsenek már a terveim, úgyhogy szerintem ma megint lefekszem, hogy bőven ki tudjam aludni magamat. Lent van a vizesbok, másztam fölfelé, megint éreztem a lábaimat, ez nem jó előjel, annak ellenére, hogy tisztában vagyok, hogy holnap én nem fogom tudni kitekerni, és azt néztem, hogy ha másik irányba jöttem volna, arról nem annyi mar a meredek, arról esélyesebb lett volna, sőt igazából ez az osztrák túratervem úgy lett volna, hogy Bécsből indulok, és pont Szombathelyig érek vissza. Aztán egyéb okokból megfordítottam ezt a túrát, ami egyébként tulajdonképpen felesleges volt. Mindegy, így alakult. És holnapra 100 km van tervezve, szóval hát valahogy fel kell kapaszkodjak igazából, és akkor onnantól egy hosszú gurulás. Ha nem lesz meg a 100, de igazából meglátjuk, mi lesz a sörpaszik. Igazából azon múlik minden. Átérek, mindenképpen átérek holnap. Még az is lehet, hogy meghívom magamat egy apartmanra, mert azt hiszem ennyi áldozat után megérdemlem. A más szemében nem is, de hát azt meg no comment. Na, úgyhogy már ennyit a bejelentkezőből, megyek mindjárt fizetni, aztán alszom, és akkor holnap megint remélhetőleg ütős jelenetekkel jelentkezem. Sziasztok!